Tamási és környéke szociális központ nem csak a településen, hanem a környező falvakban élőkkel is kapcsolatot tart, ezért a mostani 50 kisgyerek mellett még 22-en kaptak adományt ebben a hónapban, a központ által megkeresett irodaszergyártók jóvoltából. A Magyar Református Szeretett Szolgálat segítségével jöhetett ez a rendezvényünk most így létre. Én azt gondolom, hogy gyönyörű adományban lehet része a gyermekeknek, illetve családjaiknak. Itt az iskolatáskáktól kezdve a ceruzáig gyakorlatilag szinte mindent magában foglal ez az adomány. Az átadó egy hangulatos vendégség keretein belül történt, ahol harapnivalókkal és üdítőkkel várták a fiatalokat. Igen, nagyon vártuk a gyermekeket és a szüleiket, és hogy ne egy hagyományos adományosztás legyen ez a mai nap, ezért a kollégáimmal úgy gondoltuk, hogy megvendégeljük a gyermekeket, és egy kis pogácsával, édes süteménnyel és szörppel vártuk őket, így a várakozás is könnyebben telt, amíg mindenki átvehette a névre szóló tanszercsomagjaikat. A két szervezet már harmadik éve dolgozik együtt, akár élelmiszeradományok kiosztásánál, akár a hátrányos helyzetű családok segítésével. Az iskolaév kezdete különösen megterhelő anyagilag a családoknak. Ezen próbálnak enyhíteni a szervezetek munkatársai az adományosztással. Az egész évben segítő intézmény több mint 1000 rászorulót tart nyilván csak a településen és környékén.